Amikor az ön túlérzékeny fog a hideggel érintkezik, a szenzodűne felépíti kettős védelmét. Villámgyorsan zárja el a fogat a fájdalom elől, és a fluorid segítségével véd a fogszovasodás ellen. Szenzodűne. Mindennapos használatú fogkrém a túlérzékeny fogakra. A Knorr Delikát mostantól már nem csak főzés közben használható, mert az új, szóródobozos Delikát fűszervarás segítségével a már elkészített ételeket is kedvünk szerint ízesíthetjük. Ha kéznél van, a jó falat még jobban esik majd, hiszen csak néhány mozdulat és a Delikát fűszervarás csodás ízeivel ételeinket utólag is vonzóbbá tehetjük. Új Knorr Delikát fűszervarás. Aki kapja, szórja! Csak egy csepp izgalom a nagy utazás előtt. Chevy Chase fenekestül felforgatja az öreg kontinenst. Európai vakáció. Clark, azt tudod, hogy nem ott megyünk, ahol kellene? De a kormány sincs ott, ahol lennie kéne. Nem esett baja? Ugyan, ugyan, semmi bajos. Látja, hogy semmi bajom. Akik minden nap legyőzik a halált. Ez nem munka, ez hivatás. Vészhelyzet. Fergeteges versenyek, hihetetlen eredmények, elérhetetlen álomhatárok, a legfrissebb hírek. Sportklub. Holnap este 20 órától európai vakáció. 21 óra 40 perctől vészhelyzet, 22 óra 45 perckor Sportklub. Jó estét kívánok! Lezuhant a kötéltáncos nő a fővárosi nagycirkusz ma déli előadásán. Az akrobata 6 méteres magasságból esett a manézsba. A nő szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett, az előadást a baleset ellenére folytatták. A nagycirkusz több évtizedes történetében még nem fordult elő ilyen baleset. Az olasz emberríva társulat légi balett csoportja április óta vendégszerepel Budapesten. A román származású 20 év körüli artista lány 170. alkalommal adta elő a műsorszámot, a szám bevezetője közben azonban fél ezer néző szeme láttára hirtelen lezuhant. A porondmester 2 méterre állt a történtektől. Szerinte rosszul lét okozta a balesetet. Sejtésünk szerint, ugyanis a hölgyel nem beszéltünk, és sejtésünk szerint rosszul lett valószínű. Az artista nő biztosító kötél nélkül mászott, mivel még csak a műsorszám bevezetőjénél tartott. Biztosítás nem volt, hát fiúk a műszakiak hajtották a szőnyeget, és annak a négy réteg már nem tudom pontosan arra, egy olyan 5-6 méter magasból. A szerencsétlenül járt légi balerina sérüléseit a helyszínre érkező mentősök rögzítették, majd a Péterfi Sándor utcai kórházba szállították. Kezelőorvosa a hölgy személyi jogaira hivatkozva nem adott tájékoztatást állapotáról. Információink szerint műtétre ez idáig nem került sor. Megdöbbentő baleset történt Székesfehérvár egyik autófényezőjében. Az egyik szerelő, egy 25 éves fiatalember ittasan beugrott az egyik festésre váró autóba, elindult vele, és közben egy másik autóhoz nyomta kollégáját. A férfi belehalt sérüléseibe. Az elhagyatott műhelyben ma már semmi sem emlékeztet a tegnapi tragédiára. Pedig ezen az udvaron tegnap egy szerencsétlen véletlen emberéletet követelt. Az autófestő műhelyben dolgozó 25 éves, vezetni nem tudó férfi munkaidő után a már lefestett Mazda típusú kis teherautót megpróbálta beindítani, mire a kocsi megindult hátrafelé, és egy ott álló teherautónak nyomta a cég egy másik munkatársát. A 34 éves férfi azonnal meghalt. A tulajdonos szerint, aki sem arcát, sem nevét nem adta az interjúhoz, a baleset pillanatában mindkét férfi ittas volt. A rendőrség már megkezdte az ügyben a vizsgálatot. Vádemelés ugyan még nem történt, de a vád valószínűleg gondatlanságból elkövetett emberölés lesz. Az ittas állapot és a jogosítvány hiánya tovább növeli a kiszabható évek számát. Túlélőre találtak Nairobiban az amerikai nagykövetség ellen elkövetett bombamerénylet helyszínén. 2 nappal a robbanás után csodával határos módon sikerült egy férfit kimenteni a romok alól. A merénylet áldozatainak száma közben 190-re emelkedett. Az izraeli hadsereg mentő alakulatainak sikerült megtalálniuk, majd kimenteniük a középkorú férfit, akinek eltört az egyik lába és mély vágás van a fején. A mentők órákkal korábban találták meg és szóval tartották, amíg átvágták az utat felé. Életjeleket adott magáról egy nő is. Ezek a fejlemények reményt adnak arra, hogy további túlélőket találhatnak.
A kenyai amerikai nagykövet sajtótájékoztatóján elmondta, a sebesültek száma több mint 4200-ra tehető. Daniel Arap Moi, kenyai elnök pedig ígéretet tett a szoros együttműködésre az Egyesült Államokkal a merénylet körülményeinek kiderítésére. A szomszédos Tanzániában szintén az amerikai nagykövetség ellen elkövetett bombamerénylet halálos áldozatainak száma 8. Itt legalább 65 ember sebesült meg. Nagasakiban ma az 53 évvel ezelőtt ledobott atombomba áldozataira emlékeztek. A Dél-Koreában pusztító árvíznek immár 230 áldozata van. Rövid külföldi hír összefoglalón következik. A nagasakiak ma egy perces némossággal emlékeztek az atombomba áldozataira. A bombát 53 évvel ezelőtt dobta le az amerikai légierő 3 nappal a hiroshimai robbantás után. Nagasaki polgármestere beszédében elítélte India és Pakisztán kísérleti atomrobbantásait. Újabb 7 ember, köztük egy amerikai katona esett áldozatául a dél-koreai árvizeknek és iszapcsúszamlásoknak. A 4 napos folyamatos esőzésekben eddig 230-an vesztették életüket, és 82 000-en váltak hajléktalanná. Az anyagi kár elérheti a $2 milliárd is. Kína középső tartományaiban eddig csak nem 500 000 embernek kellett elhagynia otthonát az országot sújtó áradások miatt. A Yangtze folyó egyik átszakadt gátjának helyreállításán 30 000-en dolgoznak, hogy megakadályozzák a közeli városok víz alá kerülését. Még mindig ég az a körülbelül 8 millió darab autógumi, amely az észak-kaliforniai Tracy-ben gyulladt meg pénteken. Az oltás szinte lehetetlenné teszi a gumik petróleum tartalma. A tűzoltók szerint a 3 napja tartó tüzet csak úgy lehet megfékezni, ha buldózerekkel földet tolnak a telepre. Immár második egyetemi diplomáját szerezte meg egy 14 éves fiú az Egyesült Államokban. A kivételes tehetségű Michael Kearney igen fiatalon 6 éves korában leérettségizett, majd 1994-ben 10 évesen szerezte meg első egyetemi diplomáját kémia szakon. Michael még nem döntött el, hogy mivel akar majd foglalkozni, egyelőre nem keres állást.